Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videó egy születésnapi videó lesz. Amikor ezt a videót látjátok, december 6-át írunk, amikor is én betöltöm a 22. születésnapomat. Ezért arra gondoltam, hogy a mai videó egy születésnapi videó lesz, viszont nem egy kérdezfelelek, nem 22 év, 22 könyv, mert azt már tavaly előttem, lehet, hogy jövőre fogom a 23-nál, mindegy, most valami teljesen másra gondoltam. Ugyanis már régóta gondolkozom azon, hogy hogyan tudnék nektek valami különleges módon könyveket ajánlani. Na most ez az ötlet nekem a horoszkóp szerinti könyvajánló, és már nagyon régóta el akartam kezdeni, de igazándiból ennek a legnagyobb nehézségét nekem tényleg az elkezdése volt, mert ötletem lenne, hogy hogy kéne haladni, mint kéne haladni, de aztán végül úgy döntöttem, hogy akkor ezzel a születésnapi videóval egybe kötöm, tehát a mai videó egy születésnapi videó ennyi volt, tehát hogy így ez a része itt a születésnapi, hogy igen, 22 éves vagyok, és a nyilas horoszkópról szeretnék nektek beszélni, és erről egy könyvajállót, bookteget, hát igazándiból könyvajállót hoztam nektek, mondjuk úgy, tehát összeszedtem a nyilas horoszkópra jellemző tulajdonságokat, és ehhez párosítottam adott szempontokat, és ezekhez könyveket. Tehát mondhatjuk úgy, hogy majdnem egy bookteg, de ezzel kicsit jobban megismertek engem, de mégis egy könyvajánló, és kicsit izgalmasabb, és ilyet még másnál nem láttam, hogy horoszkóp szerint ajánl könyveket, úgyhogy ebből egy sorozatot szeretnék indítani, ezért ez a születésnapi videó a legelső videó ennek a sorozatnak, és majd igyekszem minden időszakban, amikor van horoszkópváltás, ajánlót hozni nektek. Úgyhogy röviden ennyi lenne a tematika, a nyilas horoszkópról fogunk beszélgetni, ugyanis én is nyilas vagyok, december 6-a beleesik még ebbe az időszakba, úgyhogy nézzük, hogy mit kell tudni a nyilas horoszkópról, és milyen könyveket ajánlok a nyilasoknak, illetve a nem nyilasoknak is. A nyilas horoszkópban november 22-től december 21-ig terjedő időben születettek tartoznak. A Google segítségével gyűjtöttem össze a legjellemzőbb tulajdonságokat, és azokat a tulajdonságokat, amiket tényleg úgy éreztem, hogy úgy abszolút rám is igazak, és mondjuk úgy, hogy hiteles, tehát hogy láttam benne rációt, hogy tényleg hasonlít arra, amit én úgy gondolok a személyiségemről. Úgyhogy ezek nem egy olyan köbevésett dolgok, nem vagyok úgy annyira benne a horoszkópban, nem is ez lenne a lényeg a sorozatnak, hanem tényleg a legfőbb tulajdonságokat összeszedtem. Első jellemző a nyilas horoszkópra, hogy nyughatatlan, fáradhatatlan, felfedező természet, és ehhez egy ilyen felfedező, kíváncsi természetű karaktert választottam. Ez pedig nem más számomra, mint az Üvegtron sorozatból Selina Sadottian, valahogy nekem az első gondolatom ő volt. Egyébként is nekem ez a sorozat fontos így az életemben, úgyhogy igyekeztem olyan könyveket választani, ami kicsit úgy meghatározóak úgy a jelenlegi időszakomban, vagy úgy az egész olvasatomban eddig, ami úgy tényleg fontos. Úgyhogy az Üvegtront azért hoztam ide, mert tényleg Selina szerintem tipikusan az a kíváncsi, nyughatatlan természet, és ehhez a ponthoz tökéletes. A második állítás, amit találtam a nyilas jegyre, hogy vonzanak a filozófiák, az igazság kérdései. Egy könyv, amin sokat gondolkodsz, annak az elolvasása után is, tehát egy olyan kérdéskörrel foglalkozik, amit miután mondjuk akár évek, akár hónapok óta elolvastad már ezt a könyvet, mégis felfelsejlik benned az emlék, és még gondolkozol abban a történetben dolgokon, mondjuk így. Idején Zsámtalál semmi kötetét választottam, mégpedig azért, mert nagyon meghatározó olvasmányom volt, mégpedig azért, mert azóta elég sok kötetét olvastam az írónőnek, illetve azért, mert eléggé tabu téma ez az egész, az öngyilkosság, illetve amit magát a témát feldolgoz a kötet, úgyhogy mai napig sokat gondolok rá, hogy most vajon ez nekem pozitív vagy negatív, de tetszett, de mégis azért ez egy negatív dolog, amit tetszett, de tetszett egy negatív dolog is, tetszett egy olyan történet, amiben ennyi borzasztó dolog van, tetszett. Én azt gondolom, hogy tetszett, úgyhogy ez a könyv, amin egyébként azóta is sokat gondolkozom. A harmadik szempont a nyilas jegyében, amit találtam, hogy örök optimista, szerencsésnek érzi magát, és minden
helyzetben próbálja annak az adott szituációnak a legjobb oldalát megkeresni és örülni annak. Ehhez a szemponthoz egy olyan könyvet választottam, ami azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy itt lehet a könyvespolcomon. Ez pedig Ruby Sotól az igazi, ami a pillangó hatás második része, mégpedig azért, mert ez a könyv már konkrétan nem kapható. Egyik ez, a másik az, hogy ő volt a legelső recenzióm, amikor még elindítottam a blogomat, úgyhogy mindenféleképpen meghatározó. Illetve szerintem ez volt az a könyv, ami úgy elindította a Ruby Sotóval az én pozitív kapcsolatomat. Tudom, hogy sokat beszélek róla, de tényleg nagyon szeretem az írónőt, mint embert, mint szerzőt, mint mindent. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy valamelyik könyvének szerepelnie kell ebbe a videóba, mert szerintem igenis meghatározó az én életemben a mi kettőnk kapcsolata, hogy tényleg annyi recenziót olvastam már tőle, és szeretem a könyveit, és boldogsággal tölt el, hogy ez a könyv is itt lehet az én polcomon, úgyhogy abszolút ezt a könyvet tudom ehhez a ponthoz mondani. A nyilások egyik fő szempontja, amit több oldalon is találtam, hogy imádják a kihívásokat, és konkrétan keresik őket. Na hát ez tényleg igaz egyébként rám is, és ehhez a ponthoz én azt választottam, hogy egy olyan könyv, ami komfortzónán kívüli olvasás. Na most azt tudhatjátok, hogy tavaly nekem ez a horror zsánere volt, viszont idén megismerkedtem a sci-fivel is, és ennek eléggé jó példája szerintem a Dűne sorozat, ami teljesen beszippantott, és tényleg imádom. Viszont annyira vicces volt, amikor kiraktam majd, hogy elkezdtem olvasni, tök sokan írtatok, hogy Szinti, te Dűnét olvasol. Igen, Szinti Dűnét olvas, és igen, Szinti imádja a Dűnét, és valószínűleg az egész sorozatot végig fogom pörgetni. A filmet is imádtam, úgyhogy hatalmas rajongója lettem ennek az egész univerzumnak. Annak ellenére, hogy a sci-fi műfajában nem nagyon vagyok járatos, azóta pedig több sci-fit is olvastam már, és nagyon tetszenek, és valami új dolog számomra most ez az egész kilépés így a komfortzónából. Úgyhogy nekem ez az egész egy teljesen új dolog, és nagyon örülök, hogy rátaláltam a sci-fi műfajára, mert ezek szerint most értem meg rá, vagy igazándiból most jött el ez az időszak, hogy a sci-fi és én jóba legyünk. A nyilások egyik legfontosabb és lehet másoknak talán legidegesítőbb személyiség jellemzője, hogy sokat beszélnek, jó kommunikációs készség, de azért kellemes társaságok is ők. Tehát, hogyha egy nyilassal vagy, akkor valószínűleg nem lesznek üres csöndek, mert ő mindig beszél. Tudom magamról, hogy én is tényleg tipikusan az ők, aki sokat tud és szeret beszélni, mert szerintem fontos a kommunikáció, és a legtöbb probléma a kapcsolatokban a kommunikáció hiánya. Igen, most ez egy jó indok volt arra, hogy én miért szeretek beszélni. Mindegy, ehhez a ponthoz egy olyan szerzőt választottam, akivel én nagyon szívesen beszélgetnék. Nekem ez a szerző Stephen King, akivel nagyon szívesen beszélgetnék az írás folyamatáról, ő hogyan alkotja meg a regényeit, illetve hogy ennek az írásnak az egész folyamata érdekelne, hogy ő hogyan találja ki, mi az, ami így elindítja az agyába egy adott történetnek a vezetését, illetve hogy őt mi vitte rá konkrétan arra, hogy író legyen, és hogy ő hogy éli meg azt, hogy világszinten ekkora név lett ennyi idősen, és hogy ennyi könyve jelent meg, és hogyha valakinek egy horror könyvet kell ajánlani, vagy egy durvább thrillert, akkor automatikusan Stephen Kinget mondunk, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ő mit mond, hogy ő hogy éli meg ezt, és hogy őt mennyire befolyásolja, úgymond a hírnév. Sokszor mondják nyilasokra ránk, hogy mi tudunk inspirálni embereket, és tudunk pozitívan hatni egy adott szituációban, egy adott eseményben az emberekre, és tudjuk őket inspirálni. Úgyhogy ez egy tényleg egy pozitív dolog, és ehhez választottam egy olyan könyvet, ami így inspirált az életem során, és hát igen, nem maradhat el a Harry Potter, mert szerintem tényleg ez az a könyv, ami inspirált arra, hogy még olvassak, illetve arra, hogy blogot indítsak, későbbiekben pedig, hogy YouTube csatornát, úgyhogy igazániból nagyon sok könyv az, amin így gondolkoztam, hogy melyik lenne a legideálisabb, ami illik arra a kifejezésre, hogy inspirál, de szerintem a Harry Potter ehhez a tökéletes választás. Igen, az előző szülinapi videómban is ott volt, még mindig itt van, egyszerűen nem tudok és nem is akarok olyan születésnapi videót készíteni nektek a csatornára, ami nincs benne a Harry Potter, ami nem jelenik meg akár csak egy pár másodpercig a Harry Potter, mert szerintem engem ez a könyv, ami leginkább jellemez, és tényleg ez volt, ami elindított az olvasás terén,
Úgyhogy fontos, fontos könyv az életemben, és igen, inspiráló is volt. Az utolsó szempont, vagy ilyen jellemző úgymond, a humorérzék. Amit valaki vagy nagyon szeret, vagy nagyon nem, de azért a nyilasoknak van egyfajta humorérzékük, ami tényleg vannak ilyen szituációk, amikor nagyon jól sül el, és van, amikor nagyon nem, mert nem mindenki érti a humort, vagy azt a fajta humort, amit mi képviselünk. Úgyhogy ehhez egy olyan könyvet választottam, aminek jó a humorérzéke, ami vicces, szórakoztató. Nekem ehhez a ponthoz abszolút a Bábel jutott eszembe Leinár Laurától, ami most jelenleg nincs itt a polcomon, de majd vágok be képet. Én ezen a könyvben rengeteget nevettem, meg egyébként most elég sokat gondolkozok azon, hogy újra kéne Leinár Laurát olvasnom, mert tipikusan ez a könnyed, gyorsan olvasható, szórakoztató, vicces regények. Úgyhogy most hirtelen a Bábel, ami így december 6-án nem a legjobb választás, mert egy fesztiválról szól a kötet, de mindegy, úgyhogy őt választottam ide, de választhattam volna akár a Szent Johanna Gimit is, viszont a többi könyvét még nem olvastam, valószínűleg a Bexi is ilyen. Az ország, iskolák országos versenye trilógiákban nem vagyok biztos, az nem biztos, hogy a humor, ott inkább más dolgok kerülnek előtérbe. De a lényeg, a Bábel az tényleg egy vicces, szórakoztató regény volt, úgyhogy most ez jutott így hirtelen eszembe. Nem idén olvastam, de ami tényleg úgy vicces és szórakoztató, az ezt tudnám ide mondani. Hát ezennel a szempontok, jellemzők végére is értünk, igazániból nem akartam ilyen túl nagy, pszichológiai, horoszkópos dolgokba átmenni, tényleg csak egy könnyed könyvajánlóba, ami által talán egy kicsit látjátok azt, hogy rám, mint nyilas horoszkóban született könyvmolyra mik jellemzőek, illetve hogy ezekhez a jellemzőkhöz milyen könyveket is ajánlok. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is, boldog Mikulást mindenkinek, sziasztok!